A Veszprém kézilabda BL kiesésével kezdtük a műsort, azzal is zárjuk ma. A Kiel elleni kettős vereséget követően a csapat vezére, az átlövő klasszis Nagy László szokásától eltérően kikelt a bírók ténykedése ellen is. Most Lacit hívjuk, a nagy formát mutató Bakonyi Társaság BL útjának végét megfejtendő. Halló, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok is, kedves televízió nézőknek! Laci, nagyon csalódott vagy még mindig, és mondhatjuk azt, hogy a bírók vették el a továbbjutást részben vagy egészben? Hát természetesen, hogy az ember csalódott, felvetődött bennem az a kérdés, illetve az a gondolat, hogy lehetséges, hogy jobb lett volna 10 góllal kikapni, és tudomásul venni azt, hogy az ellenfél jobb volt, és megérdemelten ott van a Final Four-ba. Természetesen így is ugye gratuláció a Kieli csapat előtt, hiszen nehéz pillanatokban azt gondolom, hogy szépen átvészelték, és megfordították mind a két mérkőzést. Hát ennek ellenére ugye azt gondolom, hogy a két mérkőzés alapján a bíróknak a tevékenysége az valóban szót érdemel. Tizenvalahány éve kézilabdázom, soha nem foglalkoztam a bírókkal, mindig magunkba, illetve magamba kerestem a hibát, hogy nekünk jobban lehetett volna csinálni. Viszont olyan szembe tűnő volt itt az első meccsen kiébe, az utolsó 12 percben 6 percet ember hátrányban játszottunk itt a veszprémi meccsen. Aki megnézte kétszer a mérkőzés videón, mondta, hogy 17 olyan labda volt, amit mind a két csapatnak meg lehetett volna jogosan ítélni. Ebből a 17-ből 14-et a Kieli csapat kapott. Valóban apróságok, ami egy-egy gólnak óriási jelentést adhat, és gyakorlatilag egy-egy gólokról beszéltünk ugye mind a két meccsen. Menet közben, a mérkőzés közben látva, meg hát nyilván bosszankodtál rajta, és látva folyamatosan ezeket az apró bírói odacsúszásokat, tévedéseket, vagy hát részrehajlásokat, érezted, tehát ez befolyásolta a játékodat, és érezted, hogy nem akarják, és itt azért van még egy ellenfél? Természetesen ugye ez nem fordul meg a meccsen a fejedbe, hiszen a saját teljesítményen tudásodat szeretném maximálisan kivitelezni. Inkább meccsek után voltak érezhető. Tehát nekem például a Kieli meccsen belül úgy nem, mert annyira mész gondolkodott a társaiddal, magaddal, hogy a csapat minél eredményesebben szerepeljen, viszont utána elkezded nézni a statisztikát, és látsz egy 7-1 elleni kiállítási arányt, ugye sajnos nem a javunkra, látsz egy 4-1-es arányt a 7 méteresek megítélésében, természetesen nem a mi javunkra. Tehát ezek olyan dolgok, amivel inkább a meccs után kezdesz el agyalni, illetve a visszanézett videó alapján érzed, hogy hát nem az, hogy segítettek, de még 55-ben sem nagyon tudták le a meccset. Melyik volt egyébként most Veszprémben az a pillanat a mérkőzés vége felé, amikor azt érezted, hogy nem lesz meg? Nagyon bíztam a csapatban, nagyon bíztam a továbbjutásunkban. Ilyen érzés keringett bennem gyakorlatilag az utolsó percig. Ugye sajnos hát a végjátékban megint negatívan mentünk bele, tehát hátrányból, és ez a Kiel valóban jelenleg egy Veszprémnél talán annyival erősebb, hogy ilyen erőt, amit nagy nehezen megszerzett a mérkőzés alapján, már nem engedte ki a kezéből. De ennek ellenére mondom így is, hogy egy gólos vereséget szenvedtünk. Hát természetesen ugye nem mondhatom azt, hogy a 60. percig bíztam a továbbjutásunkba, de tényleg olyan érzések, érzelmek keringtek bennem a meccs ideje alatt, hogy valahogy ezt meg lehet csinálni, vagy meg kell, hogy csináljuk, de sajnos nem sikerül. Laci, azt mondd meg, hogy jövőre már a Veszprém lesz a jobb, tehát ugye hallani igazolásokról, biztos vagy benne, hogy meg tudtok annyira erősödni, hogy az már minimum Kiel szint lesz, sőt fölötte? Nézd, én azt gondolom, hogy a két mérkőzés alapján nem érdemeltünk kiesést, ezt a mai napig így gondolom. A Kiel jobb csapat valóban, mint a Veszprém, viszont mondom, tehát a két meccs alapján nem érdemelt ez a veszprémi csapat kiesés, sajnos így sikerült ilyen a sport. Biztos vagyok benne, hogy fel tudjuk venni a lépést, hiszen hogy egy BL győztessel fel tudtuk venni a két párharc alapján a versenyt, akkor biztos vagyok benne, hogy jövőre egységesebbek leszünk, fejlettebbek leszünk, ugye lesz egy egész nyarunk idézőjelbe felkészülni, ami tavaly nem sikerült az olimpia miatt, ami természetesen óriási hátrányt okoz egy új csapat szerkezet formálásánál. Úgyhogy abszolút optimista vagyok, és biztos vagyok benne, hogy
hogy esetlegesen még az a sorsolásoknál is valamivel nagyobb szerencsék lett, és nem egy címvédőnkről, hogy egy esetlegesen Barcelonát kapunk, akkor biztos vagyok benne, hogy minden csapat ellen harcba tudunk lenni, és ki tudjuk harcolni a Final Four-ba kerülésünket. Akkor azt mondd meg végül, hogy és akkor tuti biztosan veled, tehát nincs az a pénz, amire a Paris Saint-Germain el tudna téged vinni. Nagyon jól érzem magam Veszprémben, jó a csapatban, a hangulat igazából, a családdal is jól érzik magunkat Magyarországra visszatérve, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy nem. Én konkrétan megkeresésről nem is tudok természetesen, hogy az újságból azért értesültem, hogy ilyen mennemondák járnak, úgyhogy jövőre Veszprém. Hát akkor ez nagyon helyes, és akkor jövőre meg Final Four, hajrá! Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk! Köszönöm szépen, és lehetőséget!